Május hónapban különös tisztelet övezi Szűz Máriát, Jézus anyját a nyugati egyházban. Ez a virágbaborulás időszaka. Az ókorban virágfesztiválokat rendeztek tavasszal a természet újjáéledésekor. Az egyházban pedig Máriának köszönhetjük az életszerzőjének, Jézus Krisztusnak a születését. Május hónap összekapcsolása Szűz Máriával a 13. századra vezethető vissza. Írásos emlékek tanúskodnak arról, hogy 10. Alfonz, Kasztília uralkodója májusban megkoronázta és énekelve magasztalta a Szent Szűz ábrázolásait, és ez a szokás a hívek körében is egyre elterjedtebbé vált. Számunkra, római katolikusok számára a vallásunk lényegéhez tartozik a szűzanya tisztelete. Ez nem csak a keresztények közül, nem csak a római katolikusokra jellemző, a görögkeletiek, az ortodoxok talán még nálunk buzgóban is mélyebben tisztelik a szűzanyát. Szűzanyában mi megváltunknak, Jézus Krisztusnak az édesanyját tiszteljük. Van egy ilyen mondás, hogy Márián keresztül Jézushoz, és minden szűzanya tiszteletnek az a lényege, hogy a szűzanya tiszteletén keresztül még jobban tiszteljük, sőt imádjuk az ő fiát, a megváltunkat, Jézus Krisztust. Jézus első csodája a kánai mennyegzőn volt, amikor átváltozott a vizet borrá, és ott, amikor a szűzanya észrevette, hogy baj van, a szolgáknak azt mondta, hogy tegyétek azt, amit Jézus mond. És ez a mi szűzanya tiszteletünknek egy kalapja, hogy ő arra kér bennünket, hogy tegyük azt, amit Jézus mond, és valóban próbáljunk az ő tanítása szerint élni. A katolikusok gyakran kérik Isten anyját, hogy járjon közbe értünk Szent fiánál. Halála előtt ugyanis Jézus Szent Jánosra bízta Szűz Máriát, Máriára pedig az apostolt és rajta keresztül minden embert. Nagypénteken Jézus keresztje mellett ott állt anyja, anyjának nővére Mária, Kleofás felesége és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. Aztán a tanítványhoz szólt: íme a te anyád. Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány. A mosoni templomban a 90-es évek közepétől tartanak engesztelő szentmisét és rózsafüzért minden hónap 13. napján. 1917-ben ugyanis május 13-án volt az első jelenés Fatimában. Kedves testvéreim, május 13-a, a boldogságos szűzanya fatimai megjelenésének az ünnepe. 1916. május 13-ától 1917. október 13-áig ebben az egyszerű, szegény portugáliai faluban, Fatimában 3 angyali és 6 Mária jelenés volt. A látnokok az akkor 10 éves Lúcia, a 9 éves Ferenc és a 7 éves Jácinta voltak. Portugália angyala felszólította a gyermekeket, hogy imádkozzanak vele együtt. Ezt az imát kérte: Istenem, én hiszek benned, imádlak téged, remélek benned, és szeretlek téged. Kérlek, bocsásd meg mindazoknak a bűneit, akik nem hisznek benned. Bocsásd meg mindazoknak, akik nem imádnak téged, akik nem remélnek benned, és nem szeretnek téged. A békeangyala még azt is mondta a gyermekeknek: imádkozzatok sokat. Jézus és Mária szentséges szív által próbáljátok megvalósítani az irgalmasság tervét. Engeszteltek szüntelenül a sok bűnért, amellyel Istent megbántják, és kérjétek őt a bűnösök megtéréséért. 1917. május 13 és október 13 között került sor a napnál is fényesebb asszony jelenéseire. Az égből jött asszony kérte a gyermekeket, hogy minden nap végezzék a rózsafüzért,
ajánlják föl magukat Istennek, s fogadjanak el minden szenvedést a bűnösök megtéréséért. Lúciát fölhasználta, hogy megalapítsa a világban szeplőtelen szíve tiszteletét, s kérte a Szentatyától Oroszország felajánlását az ő szeplőtelen szívének. A helyi megyéspüspök kivizsgálta a fatimai jelenéseket, és 1930. október 13-án engedélyezte a fatimai szűzanya tiszteletét. A szűzanya kérésére a jelenés helyén kápolnát építettek. Szűz Mária az utolsó üzenetében ünnepélyesen kijelentette, én vagyok a rózsafüzér királynője. Az utolsó jelenésen már közel 100 000 ember vett részt, és a szűzanya egy 10 percig tartó napcsodával hitelesítette jelenését. A szűzanya 3 titkot is közölt a látnokokkal, ami miatt nagyon sokat szenvedtek. Az első titok a pokol látomása volt, és azoknak a büntetéseknek a megjövendőlése, amelyek a világra várnak, ha nem hallgatnak Mária figyelmeztetéseire. A második titok Mária szeplőtelen szívének és az ő tiszteletének kinyilatkoztatása, amely reménycsillag a világ béke és a lelkek üdvössége számára. A 2 titok fő része a kérés, hogy engeszteljetek és mentsétek meg lelketeket. A 3. fatimai titkot 2. János Pál pápa 2000. május 13-án Jácinta és Ferenc boldog avatási ünnepsége után mondta el. A pápa köszönetét fejezte ki Isten anyjának az ő oltalmáért, és azért, hogy az 1981. május 13-án az ellen elkövetett merénylet alkalmával a szűzanya anyai keze eltérítette a golyó pályáját, és megengedte, hogy a haldokló pápa megálljon a halál küszöbén. Ezt a golyót, amit a pápából kioperáltak, a fatimai szűzanya koronájába építették bele. A 3. fatimai titok elsősorban az ateista rendszerek, az egyház és a keresztények elleni harcát, és a 2. évezred utolsó századában tanúságot tevő híveknek a szenvedését, majd a szeplőtelen szív győzelmét állítja elénk. Fatima jelenleg a világ egyik leglátogatottabb Mária kegyhelye, Fatimát évente több mint 6 millió zarándok keresi föl. Kedves testvéreim, mi is, akik meghalljuk minden hónap 13-án a szűzanya hívószavát, és hétköznap délben is eljövünk ide a templomba, köszönjük meg a fatimai szűzanya oltalmát, engeszteljünk, és bízzuk egyházunkat, városunkat, bízzuk az egész emberiséget, a 3. évezredben is, a Fatimában megjelent boldogságos szűzanyára. Amen. Azt hiszem, ez a mi hitünk csodálatos gazdagsága, hogy a 2000 év alatt a szűzanya több helyen is megjelent. Ezeket a jelenéseket csodákkal bizonyította, és ezek kegyhelyekké, zarándokhelyekké váltak, hogy például Fatimát vagy Lourdot évente több millió zarándok keresi fel. Ezek a helyek a
kegyelemnek a forrásai, nagyon sok megtérés, nagyon sok hitben való megerősödés, hitben való visszatérés van ezeken a helyeken. Mindegyik egy-egy kincs. Természetesen vannak híresebb zarándokhelyek, az előbb felsoroltak, de én is egy zarándokhelyen, Osliban születtem, és az Osli Szuzanyának a szobrát, amit Eszterházy Pál nádor hozott a Fertőn keresztül, mosolyog az a szobor, mosolygó Szuzanyá, Osli mosolygó Szuzanyának nevezik. Itt, a mi vidékünkön közel, a Kálnoki Szuzanyához, ahova például májustól őszig, minden szombat délután nagyon sokan kimennek, ott van a Szent Misa, a Kegykápolnában, nagyon sokan jönnek zarándokok, múlt szombaton is, most is Budapestről, mert ez egy megszentelt hely, és úgy érezzük, hogy az onnan felszálló ima az égbe száll. A hívek gyakran imádkozzák a rózsafűzért, az imák között Jézus életének egy-egy eseményéről elmélkednek. A szentolvasó közben is Jézus kegyelmét kérik Márián keresztül. És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akinek nekünk a szent lelket elküldötted. Május hónapban a Lorettói litániát imádkozzák estéről estére templomainkban. Ez egy 5. századtól ismert és a 7. századtól már a jelenlegi formájában végzett, könyörgő imádságtípus. A Lorettói litánia körülbelül 800 éves, 7-800 éves. 1294-ben a legenda szerint az Adriai tengerpartján lévő Loretto, Itáliában lévő városkába angyalok hozták Názáretből a Szűzanya házának a köveit, és ott fölépítették. Ami tény, hogy egy főúrnak, a lányának az esküvője volt, és ebből az alkalomból áthozatta azokat a köveket. Körülbelül 10 évvel ezelőtt a legmodernebb vegyi vizsgálatoknak vetették alá ezeket a köveket, és kimutatták, hogy valóban a Szentföldről származnak. Na most oda egy gyönyörű bazilikát építettek föléje, és akkor kezdték el énekel összegyűjteni a Szűzanyának a különféle címeit. Ebben vannak ószövetségi dolgok, például Fridnek szent szekrénye, aztán új szövetség, hogy Istennek szent anyja, megváltunknak, üdvözítőnknek anyja, és az, ami a hívek imájában bent van, amire valóban nekünk, hívőknek szükségünk van, betegek gyógyítója, szomorúak vigasztalója, és mi magyarok még hozzátettük, hogy Magyarország nagyasszonya, hiszen első szent királyunk 1000 éve neki ajánlotta ezt az országot. Májusban minden nap, vagy itt a templomban, vagy a Szent Rozália kápolnában elénekeljük ezt a szép imát, és ezzel köszöntjük a mi égi édesanyjánkat. Nem is áll messze a hagyománya valóságtól. A Santa Casát, azaz a Szentházat a Szentföldről Itáliába szállító családot ugyanis Angelinek hívták, ami magyarul angyalokat jelent. Thank you.
Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.